Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám. És vegetariánus barátaim megfettek, hogy mostában nem készítek nekik semmi kedvükre valót, úgyhogy ma egy húsmentes fogás következik, mégpedig rántott karfiol a világ legjobb majonéz mártásával, amit úgy neveznek, hogy römulád mártás. Nézzük is. Első lépésként egy lábasban föltettem annyi vizet, amiben majd kifőzöm, pontosabban kifőzöm, hát a ruhát szoktuk kifőzni, tehát roppanósra főzöm majd a karfiolomat, amit itt mutatok, egy jó képűt vettem a piacon. De amíg a víz fölforr, bőséggel van idő elkészíteni a römulád mártást, vagy remulád mártást, ami valójában az én véleményem szerint a világ egyik legjobb ilyen majonézes mártása, és sok országában a világnak ezt, amikor mi tartármártást kérünk, szósztártáre, mondjuk, így van étlapon, akkor bizony ezt fogják nekünk felszolgálni. Tehát nagyon sok helyen ez alapmártásként üzemel. Mint minden esetben játsszuk el, hogy nekünk nincs kész majonézünk, ezért gyorsan keverünk egyet. Ez azt jelenti, hogy én 2 tojás sárgáját beleütöttem itt ebbe a tálba, és a fehérjét azt már hozzá is tettem a panírozáshoz. Ehhez tesz sót, és akkor jöjjenek azok az ízesítők, ami nélkül nehéz majonézt készíteni, nevezetesen egy pupozott evőkanál mustár, szintén legalább egy evőkanál citromlé, így ezt elkeverem, és szépen cseppenként megitatok vele 2,5 deciliter olajat. Ez a következő kép néz ki. Lassan csurgatom, folyamatosan keverem. Ahogy veszi fel az olajat, úgy kezd sűrűsödni, és az egész nem vesz igénybe többet egyetlen percnél. És akkor mégiscsak egy házi majonézünk van nekünk, amiben semmiféle tartósítószer nincsen. Remek, benne is van az összes olaj, kész a majonéz. Innentől kezdve következő a teendő. Tejszínnel mártás sűrűségére hígítjuk, így szól a recept. Szerettem volna sűrű főzőtejszínt venni, természetesen nem sikerült, úgyhogy mindegy, maradok annál, hogy ezzel a tejszínnel akkor mártás sűrűségűre higítom. Természetesen lehet tejföllel is higítani, lehet natur görög joghurttal is higítani. Jobb lett volna ennél egy fokkal sűrűbb tejszínt, ha sikerül vásárolnom, mert akkor egy kicsit többet hozzá tudok adni, ugye? Így nem merek hozzáadni olyan sokat, nehogy túl híg legyen nekem a mártásom. Jó. Az állaga az így most teljesen jó. Nézzük, mi kerül bele. Kerül bele 2 evőkanálnyi finomra vágott petrezselyem zöld. Az eredeti recept szerint 2 evőkanál schnidling, szintén apróra vágva, ami belekerül. Én most nem kaptam schnidlinget, úgyhogy megy bele 2 evőkanálnyi új hagyma zöld, amit szintén apróra vágok. Tehát mehet bele az új hagyma zöldje. 2 evőkanálnyi konzerv kapribogyót lecsöpögtettem. Ezt is gyakorlatilag durvára vágom, és ez is megy hozzá. Egyébként magát ezt a römulád mártást, ugye túl azon, hogy rostonsült pecsenyékhez fel tudjuk tálalni, gyakorlatilag saláta öntetként is szolgálati, hiszen ha belekeverünk például most azt mondom, hogy csicsókát, akkor van nekünk egy ilyen fűszeres csicsóka salátánk. Azt lehet gazdagítani tovább mondjuk kukoricával és egyebekkel. De ugyanígy, ha nem húsmentesen készítjük el, akkor kerülhet bele például csíkokra vágott disznósajt. És akkor kész van nekem a fűszeres
disznósajt salátám például. A fáma azt írja, hogy tegyünk bele egy evőkanálnyi apróra vágott tárkonylevelet. Sajnos tárkonyt ilyenkor a világon nem kapni, úgyhogy én azért, hogy azért a tárkonyos íz az benne legyen, egy kevés szárított tárkonyt morzsolok bele, így. Szükségünk van még 3 evőkanálnyi, nagyon apróra vágott csemege uborkára. Ezt az uborkát egyébként akár bele is lehet reszelni. Ha önök csípős remuládmártást szeretnének készíteni, annak ugyanez az alapja, csak a végén teszünk hozzá egy kevés csípős piros aranyat. Mehet bele tehát az apróra vágott uborka. Kerül bele csipetnyi csípős cayenne bors. Ehelyett, ha ez nincs otthon, megteszi a csípős piros paprika is, de tényleg csak egy minimálisat. És ez a mennyiség nekünk tökéletesen elég lesz itt most 4 főre. Nézzünk egy kóstolást. Még egy fél evőkanálnyi mustár, és egy pár csepp citromlé, amivel tegyük egy kicsit pikánsabbá, és kész is. A mártásról le van a gond, mehet a hűtőbe, amíg elkészítjük a karfiolt. Friss karfiolról leszedegettem ugye mindent, ami nem ide való, és kitorzsáztam, ugye innen kivágtam a torzsáját. Még lehet látni, hogy egy nagyon picit kell rajta alakítani, tehát még van neki torzsája, ezt még kivágom. És közben a karfiolt így nagyobb rózsáira bontom. Lényeges, hogy körülbelül, amennyire lehet, egyforma rózsáira szedem. Amikor ezzel megvagyok, még egy nagyon picit alakítok rajta, ha esetleg vastag szárrész lenne, azt még levágom, bár igazából ez is abszolút ehető. Tehát a karfiol mehet is a forrásban levő vízbe, én még annyit tettem, hogy a nagyobb karfiol rózsákat elfeleztem, hogy tényleg egyformák legyenek, amennyire csak lehet. Amint újra forr, onnantól kezdve 3 percig főzöm, majd a levében hűlni hagyom. Ha fagyasztott karfiolt használok, akkor azt fagyosan beleöntöm ugyanígy a forrásban levő vízbe. Forrástól számítva ugyanúgy körülbelül egy 3 percig főzöm, 10 percig hagyom a levében hűlni, és azután leszűröm. Nem szabad a fagyasztott karfiolt tovább a főzővízben hagyni, mert akkor szétmálik, szétmegy. De nagyon egyszerű, mindig egyet meg kell nézni, akkor lesz jó, amikor roppanósan puha. Ha valaki nagyon siet, tökéletes megoldás az is, hogy akkor dupla annyi ideig főzi, tehát mondjuk egy ilyen 6 percig, azután leszűri és úgy hagyja kihűlni. Az így előkészített, tehát előfőzött, roppanósra főzött karfiolt lehűtöttem, most megsóztam, kerül rá egy kevés bors. Még annyit, hogy én is ezt most hajszál pontosan 6 percig főztem, azután leszűrtem, és nem tettem egy jeges vízbe, meg ilyesmi, egyszerűen csak hűlni hagytam. A panírozáshoz ugye beletettem ide a tálba a 2 tojás fehérjét, és tettem még hozzá 2 tojást. És akkor a karfiolt a szokásos módon panírozom, illetve majdnem a szokásos módon, ugyanis a morzsát elfeleztem, és fele hagyományos zsemlemorzsa, és fele ez a ragyogó, roppanós pankó morzsa. Ennek a keverékébe fogom beforgatni tulajdonképpen a karfiolomat. És még egy, hogy időben megint jók legyünk, én már alá is kapcsoltam az olajnak, olyan jó közepes lángra alá kapcsoltam, hogy hagy melegedjen addig is föl. Ide készítettem magamnak egy tepsit, erre már mehet is ki tulajdonképpen, amit bepaníroztam. Aki tudja ellenőrizni a hőmérsékletet, az akkor a 175 fokos olajat lőjön be magának. Aki nem tudja, maradjon a szokott megoldásnál. Egy kis darab prézlit beledobok az olajba, és amint elkezd sülni,
láthatóan elég forró az olajam, akkor mehet is bele a karfiol. 4-5 perc sütésnél nem kell neki több, garantáltam. Szokás szerint ne pakoljuk túl, mert akkor egyszerre lehűti az olajunkat, és nem fog olyan szépen sülni. Pontosan 5 perce sül nekem a karfiol, semmi más teendő nincs, alaposan lecsöpögtetem, konyhai papírtörlővel bélelt tepsire rakom, és ugyanígy fogom megsütni az összes többi karfiolt. Ha azt szeretném, hogy ez a karfiol ne hűljön ki időközben, akkor egy 50 fokra bemelegített sütőbe betolom, és gyakorlatilag ott tartom melegen egészen tálalásig. Jöhet tehát a következő adag, és azután tálalunk. Következhet a tálalás. Tányéra halmozok ebből a fűszeres remuládmártásból, és körbe rakom a rántott karfiollal, és gyakorlatilag ennyi. Ez 1,2 kg volt ez a karfiol, ami tisztítva nagyjából 1 kilót tett ki, és így lett nekem bőséggel 4 adag főételem. Még annyit, hogyha van otthon, tehetünk rá egy kis pirosat, paradicsomot, egy kicsi újhagyma zölddel körbeszórhatjuk, és gyakorlatilag ennyi. Akinek szimpatikus volt a videó, kérem nyomjon egy lájkot rá, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt gondolom jó, ha megteszi, hiszen most már több mint 270 videóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, minden jót kívánok Önöknek!